Puska Zoltán vagyok, az Zrínyi Ilona magyar-angol két tanítási nyelvű tagiskola intézményvezetője. Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket, és ismerjék meg iskolánkat! Iskolánk családi házas környezetben helyezkedik el, és nem csak a környezetét tekintve, hanem hangulatát tekintve is igen családias légkör uralkodik az intézményben. 460 tanuló jár az iskolában nap mint nap, és 38 pedagógus igazgatja a mindennapjaikat. Intézményünk erősségei közé tartozik a nyelv, ez hagyományosan a Zrínyi iskolára jellemző, nem véletlenül engedélyezték annak idején, hogy magyar-angol két tanítási nyelvű képzést indíthassunk. Ennek az indítási éve 2008 volt, de iskolánkban már 1986 óta folyik angol, illetve később német nyelven emelt szintű oktatás. Természetesen a nyelv mellett számos lehetőséget kínálunk diákjainknak az egyéniségeik szerinti kiteljesedésre. Nagyon szeretnénk, hogyha azok az alapok, amelyeket itt kapnak, azok biztosak lennének, és ennek érdekében megteszünk mindent, de amit igazgatói tevékenységem elején tulajdonképpen célul tűztem ki, azt a mai napig is tartom, hogy olyan intézményben szeretnék dolgozni, ahova hétfő reggelente is örömbe járni, mind a diákoknak, mind a szülőknek, mind pedig pedagógus kollégáimnak. Ha nekem annyi idős gyermekem lenne, hogy iskolát kellene választanom, akkor bizton tenném a gyermekeim mindennapjai tanulmányi előmenetelét azoknak a tanítónéniknek a kezébe, akik a 2021-22-es tanévet fogják nyitni. És annyit azért még elmondanék, hogy igaz, hogy már nincsenek ilyenkorú gyermekeim, de ők is ide jártak, és ezen a képzésen vettek részt. Mi szeretnénk, hogyha a gyerekeknek nem csak a tanulás maradna meg, hanem élményeket is nyújtanánk. Nagyon sok olyan foglalkozáson veszünk részt, például a napközis munkaközösség, két tanítási nyelvű munkaközösség, az alsósok szerveznek témanapokat, témaheteket a gyerekeknek. Ezen kívül természetesen színházba, moziba, bábszintérre járunk, rockszínházba. Tehát nagyon igyekszünk, hogy a gyerekek egyre több élményt szerezzenek az iskolában. A két tanítási nyelvű képzésünkből adódóan egy kettősség van az iskolánkban. Egyrészt a magyar hagyományokat ápoljuk, így például a lucázást vagy a karácsonyi műsorunk keretében megjelenik a betlehemezés. Ugyanakkor, mivel két tanítási nyelvűek vagyunk, így az angol száz kultúra is meg kell, hogy jelenjen iskolánkban. Nagyon fontos számunkra a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása. Már az iskolába lépés előtt hívjuk a szülőket egy kis összejövetelre, hogy megismerjék az osztálytársakat és a leendő tanítónéniket. És a későbbiekben is, az alsó tagozatban, de egyre több felsős osztályban vannak családi kirándulások. Nagyon sokszor szervezünk közös karácsonyi műsorokat, amin a szülők is részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy a hármas egység, a szülő, a pedagógus és a gyerek kapcsolata, ha kiegyensúlyozott, akkor minden jól fog menni az iskolában. Deák nénét Rita vagyok, a leendő első a osztályfőnöke, 26 éve vagyok a pályán, tanító és fejlesztő pedagógusként, férné vagyok, egy fiam és egy lányom van, ők már egyetemisták. A Zrínyi iskolában 13 éve dolgozom, az első 5 évben fejlesztő pedagógusként, segítettem és próbáltam fejleszteni a rászoruló gyerekeket, azóta ezt osztályfőnökként is igyekszem megtenni. A tanítói pálya számomra igazi hivatás. Az első célom nekem mindig az, és a legfontosabb, hogy az osztályomban járó gyerekek szívesen jöjjenek iskolába, szeressenek itt lenni, és örömmel tanuljanak.
Ennek érdekében én mindent próbálok az órámon megtenni, hogy fenntartsam az érdeklődésüket különböző munkaformákkal, a mai világban már nélkülözhetetlen interaktív anyagokkal és eszközökkel, amit ők nagyon szeretnek és szívesen vesznek. A másik fontos dolog számomra a gyerekek érdekében, hogy a szülőkkel jó kapcsolat alakuljon ki, bizalommal fordulhassanak hozzám. Ahhoz, hogy a gyermekeiket jól oktassuk és neveljük, ahhoz ez nagyon fontos, hogy mind a gyerekek, szülők és a pedagógus is bizalommal legyen a másik felé. Az iskola kezdés miatt nem csak a szülők és a gyerekek izgulnak, én ugyanolyan kíváncsi és izgatott vagyok, hogy milyen kis tanulók fognak ide érkezni, milyen új arcok, milyen új személyiségek, akiket én majd itt megismerhetek. Sajnos az idei tanévben nem volt módunk arra, hogy játszóházakat tartsunk, ahol találkozhatunk a gyerekekkel, ezért még nagyobb kíváncsisággal és nagy-nagy szeretettel várom őket. Horvátné Pintér Eszternek hívnak, és én leszek a következő tanévben induló két tanítási nyelvi osztálynak az osztályfőnöke. Férnél vagyok, két kislányunk van, a kisebbik 3 éves óvodát kezdett idén, a nagyobbik 7 éves, és ő is ide jár az Rényi iskolába, két tanítási nyelvi osztályba, úgyhogy különleges élmény számomra, hogy nem csak pedagógusként, de szülőként is képviselem magamat itt az iskolában. Férjem szintén pedagógus, testnevelést és angolt tanít, szintén itt az Rényiben, úgyhogy az iskola mondhatni a második otthonunk, már-már szinte az egész családnak. 2002-ben végeztem a főiskolán, majd azt követően pár évig zenetanárként dolgoztam, illetve megszereztem a történelem szakos tanári diplomámat is. 2007-ben kerültem ide az Rényi iskolába, ami azért különleges élmény, mert végre azt csinálhattam, amit gyerekkorom óta szerettem volna, kisiskolásokat taníthatok. Tanítóként nagyon fontos számomra, hogy a rám bízott gyerekekből egy erőteljes, jó összetartó, egymás segítő, támogató közösséget neveljek. Ezt igyekszem mind az órák alatt erősíteni bennük, mind a tanórán kívüli tevékenységek során. Az angol tanítás itt az Rényiben mindenképpen, de jó esetben általában a kisgyerekek körében egy élménypedagógia tulajdonképpen, hiszen dalokon, mondókákon, meséken keresztül ismerkednek a gyerekek a nyelv alapjaival. Angolul játszunk, angolul tornáznak, angolul készítjük, ahogy láthatták is a kisfilmen, a különféle tevékenységeket, kis kreatív munkákat. Rengeteget tanulnak észrevétlenül, amire későbbiekben nagyon jól lehet építeni, amikor a úgynevezett nagybetűs nyelvtanítás megkezdődik. Tehát nagyon várom, már izgatottan várom már a következő osztályt, hogy őket is bevonhassam ebbe a munkába. Elsődleges célom az, hogy jól érezzék magukat itt az iskolában. Az a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, szeressenek tanulni, és hogyha ez megvan, akkor minden más menni fog. Ami ennek a B-s osztálynak az előnye, hogy 8. év végén egy középfokú nyelvvizsgát a legtöbb ember, de minimum egy alapfokút, erősen igazából a középfokút szinte mindenki le tudja tenni, ami szerintem egy nagyon jó alap tud lenni, akár későbbi angoltanulás érdekében, vagy akár ugye az érettségihez egy nagy előnyt tud jelenteni, illetve gimnáziumban mínusz egy teher, amire kell készülnünk. Nagyon szeretem én az iskolát, amiatt is, mert például szerintem kedvesek a tanárok, jól van felépítve az iskola, tehát nem kell 2 kilométert járkálni szünetenként, hogy elérjük a következő termet. Ez általában minden iskolánál így van, de örülök neki, hogy a miénknél is. Illetve igazából örülök neki, hogy ide járhatok, és mindig emlék fog maradni, hogy én az Rényibe jártam. Gyertek az Rényibe!